Szép estét mindenkinek, sziasztok! Ezen a kellemes vasárnap estén hónap itt a hóállítóra, mit szóltak hozzá? Még jó, hogy nem kell kimenni sehova sem. Na, ez azért viccnek is durva volt, igaz? Sziasztok, Szilágyi György vagyok. Kezdjük azzal, amivel szoktuk, kérek egy kis visszajelzést tőletek, hogy láttok, hallotok engem, egy néhányan legyetek szívesek. Jelezzetek vissza, 1-től 5-ig a számon. Oké, még egy 2-t hadd kérjek. Jó, néhányan még írjatok, hogy tényleg lássuk. Oké, köszönöm, Gizike. Jó, kezdjünk bele akkor a mai estébe. Hát elég fontos híreket hoztam, és igyekszem nagyon gyorsan összefoglalni mindent. Az, ami történik most a Crowdvannál, szerintem egy nagyon fontos momentum, nagyon fontos pillanata most az üzletünknek, ugyanis az látszik nagyon komolyan, hogy a vállalat nagyon nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy mindenki hát lehetőség szerint a legtöbb, vagy legnagyobb mértékben részesülni tudjon a vállalatnak az eredményeiből. Éppen ezért jött most a héten néhány olyan frissítés, néhány olyan újdonság, ami hát nagyon nagy hatással lesz az üzletünkre, én ebben 100%-ig biztos vagyok. Vágjunk bele, mutatom, hogy mik ezek. Jó, az első a következő eszköz, egy pillanat, itt valamit eltüntetek, jó, most már megvan, oké. Szóval kaptunk egy nagyon fontos eszközt a webirodánkba, hogyha te foglalkozol a hálózatnak az építésével, és ugye a Crowdvan promotálásával, akkor van valamekkora csapatod a struktúrádban. Ez biztos. Ezt nem tudod elkerülni. Ugye eddig mit láttunk belőlük? A tevékenységüket nem igazán. Azt igen, hogy valamekkora, tehát hogy személyesen hány új tagot szponzoráltak, ezt láttuk a saját struktúránkban természetesen. Azt láttuk, hogy milyen tevékenységet végeznek. Arról viszont nem volt fogalmunk sem, hogy ez a tevékenység ez mekkora, milyen mértékű. Kaptuk, tehát most ezt az új eszközt, aktivitás indikátornak, aktivitás jelzőnek nevezték el, ugye alsó vonal aktivitási jelző, ami annyit jelent, hogyha a te struktúrádban lévő tagok bármilyen aktivitást csinálnak, akkor az megjelenik ezen a bizonyos indikátoron a felhasználó nevük alatt. És ugye ez abban nyilvánul meg, hogy ott egy ilyen kis kijelző, egy ilyen kis zöld számmal és egy kis nyillal jelzi azt, hogy milyen aktivitást mutatnak az alsó vonalai. Ez százalékos arányban van megadva, és a százalék azt jelenti, hogy az előző aktivitáshoz képest, tehát hogyha valaki vásárolt egy nem tudom én, mondjuk egy fehér csomagot, és azt mondjuk upgrade-elte, tegyük föl egy fekete csomagra, ugye ott az bizonyos aktivitás jelent, és akkor az ő aktivitása ugye a 100 euróról 300 euróra növekedett, ez 200% növekedés jelent. Tehát hasonlóképpen működik ez az egész dolog, ugyanígy, hogyha az alsó vonalaiba szponzorált valakit, és ott mondjuk egy vásárlás történt, egy csomagvásárlás, ugye annak megvan a bizonyos pontértéke, és az előzőhöz képest fogja megmutatni, hogy ez hány százalékos növekedést jelent. Miért jó ez? Mire lehet ezt használni? Nyilván nem öncélú a dolog, és nem azért, hogy ezt csak úgy nézegessük, hogy hú, de szépek azok is zöld számok, meg nyilacskákot. Abszolút nem erre való. Nagyon szemléletesen mutatja azt, hogy kik az aktívak a csapatodban. Kik azok, akikkel te együtt fogsz tudni dolgozni. Nyilván akiknél látod ezeket a kis zöld jeleket, ők ott valamilyen aktivitást tanúsítanak, ők valamilyen munkát végeznek, valamilyen tevékenységet, amiből ez az eredmény származik. És hogyha ilyen embereket látsz, akkor én azt javaslom, hogy vedd föl velük a kapcsolatot, ha eddig még nem tetted volna meg, és kérdezz meg tőlük, mi az, amiben tudsz nekik segíteni? Van-e valamire szükségük? Ismerik-e a támogató oldalt például? Tudják-e, hogy ott milyen anyagok találhatók? És így tovább, és így tovább. Vagy van-e valami olyasmire szükségük, amivel a munkájukat tudnád segíteni? Tehát ezt mind-mind megteheted, és ezzel tudod őket, el tudod ismerni a munkájukat,
és akár azt is el tudod érni, hogy ők sokkal aktívabbak legyenek. Jó, ez egy nagyon fontos eszköz, tehát az üzletünkben használd ki, hogyha természetesen akkor, hogyha foglalkozol az üzletnek a továbbajánlásával. Na nézzük a következőt, és itt rögtön majd két dolgot fogok elindítani egyszerre, mert a kettő nagyon szorosan összekapcsolódik. Az első, ugye megjelent a webirodában egy ilyen hír, hogy a Crowdvan jutalmakat, hogy ez pontosan micsoda, ezt mindjárt megmagyarázom, mert eddig ezzel a fogalommal nem találkoztunk, de beállították a kifizetéseknek az időpontját. Mindjárt megmutatom a másik diát is, mert itt nyer vagy értelmet ez az egész dolog, hogy mi is ez a Crowdvan Rewards, Crowdvan jutalmak tulajdonképpen, ha nagyon rossz magyarsággal akarom fordítani, vagy mondani. Ugye ez annyit jelent, hogy meg fognak változni a tulajdonosi jogoknak az elnevezései. Ugye kétfajta tulajdonosi jog az, amivel eddig rendelkeztünk. Ha te vásároltál már valamilyen oktatási csomagot, bármelyiket, vagy ugye benn voltál abban, belekerültél abban a bizonyos promócióba, amikor ugye upgrade-elték ingyenesen tulajdonképpen egy magasabb csomagra, akkor te rendelkezel már most valamennyi tulajdonosi joggal, Afilgo és Mixter tulajdonosi jogokkal. Ugye annak most van valamilyen értéke, attól függően változik ez az érték, hogy éppen mennyi ezeknek a tulajdonosi jogoknak az aktuális árfolyama. Ezt meg lehet nézni bent a webirodában. Mi fog most történni, és miért ez egy fontos lépés lesz? És ehhez, hogy ezt megértsük, mutatok egy másik ábrát. Ez az. Ez egy idővonal tulajdonképpen, szintén megtalálod a webirodában, hogyha egy kicsit ott körülnézel. A hírekben egyébként ott fogod látni ezt az ábrát. De mit is jelent ez? Értelmezzük egy picit. Nos, ugye itt van a táblázat elején, vagy itt az idővonal elején ez a narancssárga és piros nyíllal jelzett két kis ikon. Ugye ez egyik az Afilgo, a másik a Mixter tulajdonosi jogokat szemlélteti. Mi fog történni most április 15-én? Bocsánat, igen, április 15-én. Ugye most március van, ezzel is indul az idővonal. Április 15-e egy rendkívül fontos dátum lesz az üzletünkben, ugyanis befejezi a cég az Afilgo és a Mixter tulajdonosi jogoknak az értékesítését tulajdonképpen. Ugye mi ezeket ingyen kaptuk, igen, hát a csomagban valamennyit kaptunk a megvásárolt csomagban. Ezeket ajándékba adták tulajdonképpen ingyenesen, de mostantól kezdve, innentől kezdve ezeket a tulajdonosi jogokat nem fogják tovább adni. Mi fog történni? A két tulajdonosi jogot összegyúrják, és most ne ijedj meg, hogyha neked van ilyened, akkor ja Istenem, most mi lesz, és elveszítjük ezeket, és akkor mégsem igaz az, hogy kapunk ezek után jutalékot, vagy illetve nem is jutalékot, hanem ugye osztalékot, pontosabb így az elnevezés. Nehogy megijedj, mert szó sincs erről, nem szűnik meg természetesen, sőt, sokkal inkább az lesz a helyzet, hogy mindenki sokkal jobban fog tudni részesülni ezekből a bizonyos tulajdonosi jogokból, mert a két platformból származó jogokat összegyúrják egyé. És innentől kezdve a kettőnek a közös elnevezése lesz az a bizonyos Crowdvan Rewards. Hogy is fog kinézni ez a folyamat? Úgy fog kinézni, hogy az Afilgo platform ugye április elején el fog indulni. Ugyanez a helyzet az oktatási csomagokkal is, azok változatlanok maradnak. Egy nagyon fontos esemény fog következni, valószínűleg április 5-e lesz majd a dátum. Elindul az Epic One Lotto. Ugye ez az első olyan céges platform tulajdonképpen, ami online szerencsejátékkal foglalkozik, és ez egy nagyon fontos lépése annak, hogy az, amiről eddig beszéltünk, az valóban valósággá váljon, tehát használhatóak legyenek a cégnek a platformjai, és ugye itt az Afilgo-ról beszélek most éppen. Aztán jön az összes többi, minden hónapban valamilyen
szuper online terméknek mondják, minden hónapban meg fog jelenni egy-egy új online termék. Májusban is, júniusban is, és júliusban is. És egy rendkívül fontos időpont, szeptember, ugye októberről beszéltünk eddig, októbert lehetett hallani a Mixternek az elindulása, de ez előre csúszik most szeptemberre, már a Mixter egy ilyen tesztfázisban van, tehát maga a platform már megvan, és ez a tesztelési fázis zajlik, el fog tudni indulni szeptemberben. Szóval ezek nagyon-nagyon fontos események. Ami viszont érinti ezeket a bizonyos tulajdonosi joggal kapcsolatos dolgokat, és hogy is fog akkor ez változni, most nézzük meg ezeket itt ezen a bizonyos idővonalon. Tehát április 15-tel a két fajta tulajdonosi jognak az értékesítése, vagy kibocsátását leállítják. Az addig megszerzett tulajdonosi jogokat, mind a két félét átkonvertálják ebbe a bizonyos Crowdone Reverse-be. Mindenkinek meg fog jelenni a webirodájában, és ez 22-ig fog lezajlani ez a folyamat, meg fog jelenni ez a fajta, tehát ez a Crowdone Reverse, hogy összességében mennyi az, amivel rendelkezel. Egy dologban megnyugtatlak mindenképpen, hogyha most majd megnézed ott az előtte lévő napokban, majd, tehát a 15-én mondjuk, megnézed az értékét a tulajdonosi jogaidnak, hogy mennyi affilgó és mennyi Mixter tulajdonosi jogokkal rendelkezésednek, mennyi az éppen aktuális euróban kifejezhető értéke, aztán amikor megtörténik majd ez az átkonvertálás, megnézed a Crowdone Rewards-ban szereplő összeget majd, akkor látni fogod, hogy ez nem jártál rosszul, tehát nem lett kevesebb, nem ér kevesebbet a Crowdone Reverse-ben szereplő összeg, mint amennyi előzőleg volt a konvertálás előtt. Mi fog történni ezután? Ugye a tulajdonosi jogoknak a kifizetése az nem változik, illetve hát nem a tulajdonosi jogok kifizetése, hanem az utánuk járó osztaléknak az időpontjai nem változnak semmit sem. Továbbra is ugyanúgy, ahogy ezt eredetileg a cég bejelentette, hogy a negyedévenként fog történni ez, és az első kifizetés az június 15-én fog megtörténni. És aztán onnantól kezdve, ugye három havonta, a következő az majd szeptemberben, szeptember 19-én, aztán a következő megint majd három hónap múlva, és így tovább, és így tovább. Ez vonatkozik a tulajdonosi jogokra. Ugye a tulajdonosi jogok, két tulajdonosi jogokhoz, vagy hát most már innentől kezdve, majd április közepétől kezdve Crowdone Reverse-höz hozzájutni, ugyanúgy lehet, mint eddig, egyrészt a képzési csomagokban lesz még, amíg ugye az előszervezési időszak le nem záródik, illetve a Streamline bónusz egy részét szintén ugye tulajdonosi jogokban, vagy hát majd innentől kezdve Crowdone Reverse-ben kapjuk meg. Ugye ott 80% a cashben, 20%, bocsánat, ezt rosszul mondtam, a Streamline bónusz teljes egészében Crowdone Reverse-ben kapjuk majd. A más egyéb jutalékoknál van az, hogy 80%-át készpénzben, 20%-át szintén majd ebben a Crowdone Reverse-ben fogjuk megkapni a tulajdonosi jogok elnevezés helyett. Oké, ez nagyon-nagyon fontos volt. Mi az, ami még rendkívül fontos? Itt most. Kiket érint ez? Hát azokat, akiknek április 15-éig vannak tulajdonosi jogaik valamennyi. És azokat, akik ezt ugye át is konvertálták, illetve igényelték. Minden szerdán megjelenik a webirodában egy gomb, a Claim Owner Rights, arra rá kell kattintani, mert ha ezt nem teszed meg, akkor nem írják jóvá a számlán a tulajdonosi jogokat. És hogyha ezt április 15-éig nem tetted meg egyáltalán, akkor azok a tulajdonosi jogok elvesznek. Tehát nézzél majd be a webirodádba, hogy te ezt megcsináltad-e egyáltalán. Ha nem, még nincs gond, mert nem vesztek el, hogyha eddig nem csináltad meg egyetlen egyszer sem, akkor ott van mindez összes,
csak egyszerűen kattints rá arra a kis kék gombra, és akkor ez meg fog történni, jóváíródnak a számláidon, a kétféle számlán a kétféle tulajdonosi jog. De ez mást is jelent, ugye kiknek lesz ilyenje, hát azoknak még lehet, akik április 15-ig vásárolnak valamilyen képzési csomagot, és abban kapnak még tulajdonosi jogokat. Ők fognak majd június 15-én osztalékot kapni. Aki április 16-a vagy az után regisztrál és vásárol képzési csomagot, és jut, ugye akkor már majd crowd van reverses, ők az első osztalékot majd szeptember 19-én fogják megkapni. Tehát, hogyha van olyan partnered, aki ugyan regisztrált, de még nem vásárol, akkor lehet, hogy érdemes lenne fölhívni a figyelmét, hogyha ő esetleg szeretne kapni június 15-én osztalékot, akkor április 15-ig gondolja meg magát és vásároljon, ha még addig nem törlik persze a felhasználói fiókját. Ugyanez vonatkozik arra is, hogyha van az ismerőseid között esetleg olyan valaki, akit úgy gondolod, hogy érdekelhet ez az egész dolog, és szeretne 100%-ban passzívan, 100%-ban online plusz jövedelemhez jutni, akkor most lenne még érdemes csatlakoznia, most lenne érdemes megkeresni őt és megmutatni neki ezt a lehetőséget, mert ugye az első időpont legközelebbin, akkor már ő is kaphatna tulajdonosi jogok után kifizetést, osztalékot. Hogyha ezt április 16-át követően vásárlás történik, akkor azok után, és ugye tulajdonosi jog keletkezik, akkor azután már a lehetséges legközelebbi kifizetés az csak szeptember 19-e. Jó? Tehát ezt javaslom, hogyha van a látókörödben olyan valaki, akinek tényleg szeretnél egy kicsit kedvezni, és szeretnéd megmutatni azt, hogy most ezekben a hát nem könnyű időkben, amikor elég sok embert fenyeget az, hogy esetleg fizetés nélküli szabadságra kell menni, és akkor honnan lesz majd bevétel a családnak, és hogy fognak tudni majd megélni. Szóval most ez a veszély, ez sajnos nagyon valós. Lehet, hogy érdemes lenne megmutatni, hogy van itt valami olyasmi, ahol abszolút 100%-ban online működve, és úgyis jövedelemhez jutva, hogy nem kell tovább ajánlani, tehát nem kell hálózatot építeni, plusz jövedelemhez lehet jutni, hát ez lehet, hogy érdekelne néhány embert, biztos vagyok benne. És ha majd vége lesz ennek a helyzetnek, akkor, akkor is nyilván áll a lehetőség, sőt, az addig bekövetkező fejlesztések, meg az új termékek révén szerintem még nagyobb lesz a lehetőség, amiben majd lehetőségünk lesz dolgozni. Szóval, hát most azért én azt hiszem, hogy ha valaki el akar kezdeni, azt hiszem, hogy ha valaki most el akar kezdeni, tényleg komoly pénzhez jutni, és a továbbajánlás révén is kiegészíteni a jövedelmét, hát akkor most van itt az idő, hogy lépj egy nagyot, szedd össze magad, hogyha persze csak akarod, és most még van, hát majdnem egy hónap, 3 hét legalábbis eddig a bizonyos április 15-éig, egy picit, ha meghajtja az ember, akkor hát az én tapasztalataim szerint nem kell túlzottan nagy erőfeszítést tenni ahhoz, hogy egy jó pár száz euróval, 5-800 euróval több legyen a pénztárcában körülbelül 3 hét múlva. Nem kell hozzá túlzottan sok. Láttam már ilyet. No, ez volt az egyik dolog, amit el szerettem volna mondani ezzel az egésszel kapcsolatban, itt az új tulajdonosi jog és egyéb ilyennel kapcsolatban. A következő még, amit el szeretnék mondani. Mi az a segítség, amivel tudsz élni, hogyha te el akarod kezdeni egy picit provotálni ezt az egész dolgot? Itt hagytam a régi, de se van. Mutatok gyorsan egy olyan segítséget, amit érdemes lenne kihasználni. No, szóval itt van az egyik.
Minden héten megjelenik a Telegram csoportban a heti Zoom prezentációknak a dátumai, tartalmai. A jövő hét az így fog kinézni, itt látod. Magyar prezentáció hétfőn, szerdán és pénteken 20 órakor. Itt van a teremnek a linkje, ez egyébként a szokásos link, ami szokott lenni ez a prezentáció. Lesz a héten lengyel prezentáció is, kedden és csütörtökön szintén 20 órakor, ez egy másik web Zoom teremben, ott van a link. Ezt majd be fogom tenni a Facebook csoportba ezeket a képeket, úgyhogy ha valaki érdekel, és ha van ismerősöd esetleg külföldön, vagy akár itthon, akinek szeretnéd megmutatni ezt a lehetőséget, akkor meghívhatod erre a prezentációt, ezekre a prezentációkra, ezek nyílt, nyilvános, üzleti bemutató. És kimondottan olyan embereknek szól, akik még nem tudják, hogy miről van szó, nem találkoztak még ezzel a lehetőséggel. Szintén egy külföldi ukrán prezentáció, hétfőn, szerdán, pénteken, ezek 17 órakor, ott a teremünkje, és román nyelven is prezentációt fognak tartani Attiláék hétfőn, szerdán, pénteken, csak ez 18 órakor fog zajlani. Aztán a másik, angolul és németül is szintén vannak folyamatosan prezentációk. Itt látod a napokat, ez gyakorlatilag a hét minden napján, ugye egy kivétellel, vasárnap kivételével, németül 11 órakor, angolul 17 órakor, és megint csak németül ugye 19 órakor. Itt van a link alatt, ez az ucd.team weboldalon folyik ez a prezentáció. Szóval lehetőség van bőven, hogy megmutasd a jelöltjeidnek, az ismerőseidnek az üzleti lehetőséget, illetve hogyha van olyan érdeklődőd, aki viszont nem tud eljönni az egyetlen egy élő prezentációra sem, itt van a támogató oldal, ahol magyarul ugye rögzített prezentáció, ezt el tudod küldeni, kimásolod a linket, itt van a link címének másolás, ugye jobbegér gombbal, kimásolod és elküldöd a linket neki, meg tudja nézni. Ugyanígy itt van rögzített angol, rögzített német, lengyel prezentáció, és itt tovább is föl fog kerülni természetesen a többi is, ami most már van, ukrán és egyebek, és a román prezentáció is. Mindegyikből lesz most már rögzített, úgyhogy ezt meg fogjuk tudni kapni, és fölkerül ide. Tehát, hogyha ezt szeretnéd, akkor ezen a módon is meg tudod osztani az információkat az ismerőseiddel. Még mindig a támogató oldalra azért mutatom meg, hogy lásd azt, hogy mennyi segítséget kaphatsz az üzletedhez. Itt szintén tudsz segíteni a leendő partnereidnek, vagy az új partnereidnek, hiszen itt minden információ megvan, ami az üzletvitellel kapcsolatos, a webiroda használattól, ajánlói linkek, bónuszok, tulajdonosi jogok, hát ezt most már majd frissíteni kell, mert ugye ez most változni fog, hogy lehet pénzt kikérni, hogy üzletépítéshez segítség, ha valaki ezt szeretné. És itt vannak ugye a webinároknak a felvételei, amiket meg lehet nézni mindenki számára elérhetően, nyilvánosan. No. Oké. Hát ezek a legfontosabbak, amik a héten újként, új információként megjelentek. Szintén ismétlenni fogom magam, de hadd mondjam már még egyszer azt, hogy az egyik legfontosabb, hogy a mi üzletünkben úgy tudnak az emberek plusz jövedelemhez jutni, hogy nem kell hálózatot építeni, nem kell tovább ajánlani az üzletet. 100%-ban online működik a dolog, nem kell menni sehova sem, mindent meg lehet csinálni egy darab okostelefonnal, semmilyen más eszköz nem kell hozzá. Minden működik azon keresztül. És 100% passzív ez a jövedelem, hiszen akkor is fog kétfajta jutalékhoz, vagy kétfajta bevételhez jutni az ismerősöd, hogyha csak, idézőjelben mondom, nem csinál más, csak vásárol egy csomagot, és hozzájut a tulajdonosi jogokhoz. Hiszen ezután fog osztalékot kapni,
minden negyed évben, és a streamline bónusz miatt ugye fog kapni egy, hát nem túl nagy ugyan, de akkor is bizonyos mennyiségű szintén kifizetést azután, hogy hányan csatlakoztak utána a vállalathoz. Nincs még egy olyan üzlet a világon, nincs még egy olyan hálózatos üzlet, ahol ilyen jellegű kifizetés lenne, mint itt a Crowdvan-nál, hogy azután is van bizonyos mennyiségű jutalék, hogy a vállalathoz globálisan hány ember csatlakozott után. Nincs még egy ilyen, ez 100%-ban egyedülálló dolog. No, hát én ennyit szerettem volna már elmondani, hogyha bárkinek információra van szüksége, vagy bármilyen segítségre van szükség, szóljatok nyugodtan, ha tudok, akkor nagyon szívesen segítek. Attiláékkal is meg tudjuk beszélni, hogyha bármilyen információra van szükség, akkor legyen plusz információk. Még annyit akarok kérni tőletek, ha van most esetleg kérdés, akkor nyugodtan írjátok be a chat falra, és ha tudom, akkor nagyon szívesen megválaszolom. Csak jelezzétek azt, hogy várjak még, jó? Egy számmal, mondjuk egy egyest, ha valaki szeretne beírni valamilyen üzenetet, írjon egy egyest, és akkor tudom, hogy várnom kell. Úgy néz ki, hogy nincs kérdés, akkor remélhetőleg érthető volt mindenkinek. Még a Facebook csoportra hadd hívjam fel a figyelmeteket. Hozd be az új partnereidet a Facebook csoportba, csak amiatt, hogy lássa azt, hogy itt történnek dolgok, és hogyha lássa azt, hogy az információ ott van, lássa azt, hogyha ő bármit akar csinálni, akkor ott van a segítség, ott van az, hogy honnan tud információt szerezni, és hogyan tud előrelépni. Jó, ez egy nagyon fontos lépés a saját üzleted szempontjából. Ez kéne, hogy legyen az első, amikor egy új partner csatlakoztat, regisztrál hozzád, azonnal tedd be a Facebook csoportba. Jó? No, ennyi akkor most ma estére, és akkor találkozunk a jövő héten. Én bízom abban, hogy akkor is hasonló jó híreket fogok tudni mondani. Addig is legyen egy nagyon sikeres hetetek mindenkinek. Nagyon kellemes és szép vasárnap estét kívánok. Vigyázzatok magatokra, ha lehet, akkor maradjatok otthon. Ne menjetek sehova. Ez az az üzlet, amit 100%-ban otthonról föl lehet építeni, és nagyon sok pénzt lehet vele keresni. Legyen ez így veletek is. Köszönöm a figyelmeteket, jó éjszakát nektek, egy videót még elindítok itt a végén, ha akartok, maradjatok még egy pár percet. Sziasztok!